77 évvel ezelőtt több száz szexárd és környékbeli nőt, gyereket és férfit hurcoltak el koncentrációs táborba, csak azért, mert zsidónak születtek. Rájuk emlékeztek a Tolnai megyeszékely egykori zsinagógájában, a mai művészetek házában. Az akkori hatalom 600 zsidó embert deportált és küldött a halálba. Ez nem szűken szexárdot érinti, hanem szexárd környezetét is, ahol nem volt gettó és nem voltak haláltáborok. Házak. Úgy gondoljuk, hogy az ő haláluk, értelmetlen haláluk, és az országban a 6 millió állampolgár, 600 ezer állampolgár, és Európa szerte 6 millió állampolgár kivégzése, embertelen módon megsemmisítése, az gyakorlatilag annyit meg kell tenni a mai világnak, hogy megemlékezik róluk. A II. Világháború rémtettei előtti időkben szexárdon jelentős számú izraelita vallású lakosság élt. Közülük sokan kiemelkedő példamutató polgárai voltak a Tolnai megyeszékhelynek, mégis távoli gázkamrákban lelték halálukat. Volt itt zsidó imaház, világhírű rabbi Rubinstein Mátyás, aki 42 évig szolgálta itt a híveit, és 1944-ben őt 82 évesen elvitték Auschwitzba. Itt voltak kiemelkedő orvosok, ügyvédek, kereskedők, akik azt gondolom, hogy példamutató harmóniában éltek a város többi polgáraival. Gyurkovics János, a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere a megemlékezésen arról beszélt, hogy az egykori zsinagóga épülete olyan hajdani szexádi emberek tekintetét őrzi, akik távoli gázkamrákban hunytak el. A hely, ahol most vagyunk, tudjuk jól, egykor zsinagógaként szolgált. Ha bármikor belépünk ide, soha ne feledkezzünk meg arról, hogy e falak igen sok olyan szexádi zsidó ember tekintetét is őrzik, akik ott valamelyik tábor mélyén lelték szörnyű pusztulásukat. Földieink, akikről az utolsó információ annyi volt csak, vagonokba terelték őket valahol, hogy aztán ők is elinduljanak a semmi felé. 600 szexárdi polgártársunk veszett oda. Év nagy idő. Azok közül, akik az akkori borzalmakat átélték, már egyre kevesebben vannak közöttünk. Éppen ezért kell évről évre emlékeztetni a mai kor emberét a náci idők szörnyű tetteire. Szaporodnak az évek, csökken az emlékezők száma, sokan az öröklétbe tértek már az egykori zsidó hittestvéreink közül. Sálo vichó, Vyagi Dehó, emlékezz meg az elmúlt időkről, kérdezz meg az előző nemzedéket, kérdezzetek ti is mindannyian. Ezt tesszük a mártír Isten tiszteletek idején mi is. Kérdezünk, de választ nem kapunk. A szexádi holokauszt megemlékezés koszorúzással és a zsidó hagyománynak megfelelően kövek elhelyezésével ért véget.